Félájultan tántorgó kábítószer fogyasztók egy rendőrségi videón. A képanyagot néhány napja tette közzé a hatóság, hogy az új Bika Fantázia névre keresztelt drog veszélyeire hívják fel a figyelmet. A Bika fogyasztásába eddig bizonyíthatóan 11-en haltak bele Magyarországon, közöttük Tolna megyei áldozat is van. A Bikát cigarettába sodorba szívják, a szert főként Kínából és Indiából postán rendelik. És ez az egyik legnagyobb baj vele, vagyis, hogy itthon gyakorlatilag semmit nem tudnak róla a toxikológus szakértő szerint. Az eddigi tapasztalatok alapján a használók gyakran skizofrén rohamokat kapnak, majd szívköröli görcs alakul ki náluk, végül sok esetben halállal végződik a fogyasztás. Nagy intenzitással kötődik azokhoz a speciális fogadóhelyekhez, ami ugye képes arra, hogy befogadja ugye az ilyenféle anyagokat. Nagyon intenzív a szívre történő hatása, és a központi idegrendszerre történő hatása, ami azt jelenti, hogy szívritmuszavar, hirtelen szívleállás, halmozott epilepsziás rohamok jelentkezhetnek. Mint ahogy ezen a rendőrségi videón is látszik, az elmúlt hetekben az ország különböző részein, köztük Tolnán is fogtak el olyan dílereket, akik a Bika nevű szerrel is kereskedtek, és a drogból sokat le is foglaltak a rendőrök. Zaher Gábor szerint viszont ez nem jelenti azt, hogy a Bika egyhamar el fog tűnni a hazai kábítószerpiacról. Sokáig velünk lesz ez a hatóanyag, és nem fogunk tőle ilyen egyszerűen megszabadulni, idézőjelbe. És azt gondolom, hogy ez azért nagyon-nagyon fontos dolog ugye erről beszélni, mert lehet, hogy úgy fog előkerülni, hogy mondjuk egy másik szerrel együtt. Esetenként úgy fog előkerülni, hogy gyakorlatilag nem fogunk vele találkozni egy pár hétig, majd utána megint megjelenik a piacon. A Bika egyébként a szegénytelepek tipikus drogja. Egy ilyen hatóanyaggal átitatott sodor cigarettához a szakértő szerint néhány 100 forintért is hozzá lehet jutni.